A világ legboldogabb embere. Igaz volt-e vagy nem, azt beszélik, Mátyás király udvarában történt az eset. Mátyás királynak volt egy nagyon-nagyon kedves embere, aki nélkül sehova nem ment, mert ez volt a tanácsadója. És ez olyan tanácsokat tudott neki adni a fontos döntésekbe, hogy ennélkül a király sehova nem mozdult. Ám hogyan-hogyan se, egyszer ez a tanácsnok valami rosszféle vizet ivott, és megkólikásodott. Úgy fájt a hasa, csikarta, jajgatott, óbégatott. Jaj, Istenem, meghalok, segítsetek rajtam! Édes király uram, hívasd össze a palotta doktorait! Már a földön fetrengett kínjában, mikor megérkeztek a tudós doktorok, lapozgatták, nyálazgatták könyveiket, körbejárogattak a beteg fölött, az meg csak óbégatott, hogy jaj, de oda vagyok, jaj, mindjárt meghalok. Aztán egyszer csak elhallgatott, egész elfehéredett, kinyúlt, és akkor az egyik tudós még a lábával meg is pöcögette, no, ennek már vége. Jaj, kiáltott föl újra a beteg, mindjárt meghalok. De akárhogy lapozgatták a tudós könyveiket, nem tudtak rajta segíteni. Király megharagudott, minden zavarta, de nem csak a szobából, hanem a palotából. És akkor kihirdette országszerte, hogy aki segíteni tud az ő kedves emberén, azt 1000 arannyal jutalmazza. Hú, 1000 arany, az ma is sok lenne. Nemhogy akkor. No, jelentkezett. Ki más jelentkezett volna, mert ki szokott ilyenkor jelentkezni? Egy szegény özvegyasszony kopogtatott a királyi palota udvarán, bebocsátották, mert hogy ő ilyen és ilyen gyógymódot tud. No, add elő, mondja a király. Hát, felséges királyom, én azt tanácsolom, és ez a biztos gyógymód, hogy a maga tanácsnokjára rá kell adni a világ legboldogabb emberének az ingét. Tehát meg kell keresni a világ legboldogabb emberét. Na, megjutalmazták az asszonyt, elbocsátották. Király összehívta még a maradék tudós embert a palotába, összedugták a fejüket, és az ország 4 sarka felé, keletre, nyugatra, délre és északra elindult ennek a bizottságnak, mert ez egy bizottság lett, a világ legboldogabb emberét kereső bizottság 4 felé vált, és az ország 4 sarkába ment keresni a legboldogabb embert. Kérdezgettek, kutakodtak, megkérdezték, hogy boldog vagy-e, de mindenki csak csóválta a fejét. Képzeljétek el, hogy még csak olyan embert se találtak, aki boldognak hazudta volna magát. Hát, lógó orral, reszkető lábakkal elindultak haza, ám, akik a Duna-Tisza közén voltak, egyszer csak valami csodálatos tilingószót hallottak, messziről jött, át a halmokon, kicsi völgyeken, mert ugye az Alföldön nincsenek hegyek, meg dombok, meg nagy völgyek, a fák koronáján felbucskázott a felhőkig, megfodrozta a felhőket, és elérkezett hozzájuk, de valami olyan gyönyörű muzsika volt, még az ujjukat is megnyalták, és a szélnek tartották, hogy milyen irányból, szélirányból jön ez a zene. És hát kisütötték, hogy Szeged felől jön, ahonnan ők már jó sokat gyalogoltak Buda felé, de visszafordultak, mert nekik a világ legboldogabb embere kell, és mivel összedugták a fejüket, és mivel nem volt buta a világ legboldogabb emberét kereső bizottság és annak tagjai, kisütötték, hogy aki ilyen gyönyörűen muzsikál, az csak boldog lehet. Na, visszafordultak, mentek, mendegéltek, már úgy húzta a lábukat a fáradtság, mint a sár. De egyszer csak egy mezőn meglátnak egy legénykét egy fa alatt, sejmes füvön ül, és onnan jön ez a gyönyörű tilingószó. A szeme ragyogott, az arca fény lett, lenszőke hajával a szél játszadozott, és olyan boldogan muzsikált, hogy nem volt kétség, hogy ez a világ legboldogabb embere.
Na, oda szaladtak, leborultak elé, és megkérdezték, hogy boldog vagy-e te, legényke? Legényke még ilyen pózban nem volt uraságokkal, így felülről nézett rájuk, hogy a boldog, hát ő még mindig csak arulról nézett urakra, felülről még nem nézett le rájuk. Aztán miben áll a te boldogságod? Hát miben? Hát a gyönyörű napsütésben, az Isten gyönyörű kék egében, a szellőben, ami megkócolja, borzolja a hajamat, és idejében esőt hoz a legelőre, amely megöntözi a legelőt, és a legelő füvet növeszt a báránykáim bunnájában. Ennyi? Ha ennyi hát, ha mi kéne több? Jaj, te boldog ember, nekünk adnád-e az ingedet? Azonban ez a legényke nem csak a boldogságtól volt ilyen vidám és ragyogott az arca, hanem fiatalkora ellenére, mert még éppen, hogy csak a legénytól pejhedzett az orra alatt meg az állán, ahogyan Doldinál mondja Arany János, de azért nagyon kis huncut volt, és a huncutsága majd mindjárt kiderül. És mondták neki az urak, hogy ennél még boldogabbá teszünk, ha odadod az ingedet, akkor mi annyi aranyat, ezüstöt, marhát hozunk neked, hogy soha többet nem kell más birkáit őrizni, olyan boldog lehetsz. Hát egyrészt huncutul mosolygott a kis legény, hogy mi lehet ennél nagyobb boldogság, hogy ráragyog az Isten kék ege, hogy a napsugár szírógatja, hogy a szellő játszik a hajával, hogy az eső mossa az arcát, hogy a hold ringatja el. Ennél nagyobb boldogságot ő ugyan el nem tud képzelni, gondolta magában. De hogy szavamat szavamban ne öltsem, és el ne felejtsem, ezen a kis legényen egy suba volt, mint a pásztorokon. Na hát ez a suba, mivel nap ellen is védte, eső ellen is védte, szél ellen is ez védte, éjszakai takarója, nyugvóhelye is ez volt, hát nem volt egy patyolat. Elég koszlott, csimbókos, mondhatni mocskos kis gúnya volt ez, amelyet az álla alatt egy madzak fogott össze. Tehát, mint mondtam, hunzut kis legényke volt, és a hunzutságtól is csillogtak a szemei. Azt mondja, tehát az ingemet, nagyságos uraim, azt az ingedet kaptak is volna már utána. És hogy meghúzta a madzagot, lecsúszott a válláról ez a mocskos koszos ködmön, és mit gondoltok, mi volt alatta? Nem az inge. Nem volt inge. A fényes, napsütötte, aranybarna bőre csillant elő, korához képest izmos válla, hogy öröm volt nézni. Hát, drága uraim, nekem ingem nincsen, a bőrömet meg oda nem adhatom, tán csak nem nyúznak meg. Az uraknak elállt a szava. Ennek még inge sincs, és ilyen boldog, mi meg itt állunk, aranyköszöntjükbe, ezüst zsinórokba, és mehetünk vissza szégyen szemre boldogtalanul a királyhoz, aki vagy elcsap, vagy lefejeztet. Hát bizony így lett. Nem tudjuk, mi lett a küldöttség sorsa, elcsapták-e, lefejezték-e őket, vagy megmaradtak mégis a király udvarában. Az egy bizonyos, hogy a király tanácsnoka nem maradhatott élve, mert nem sikerült megszerezni a világ legboldogabb emberének az ingét. De itt még nincs vége a történetnek, mert most már történetről beszélek. Valószínűleg a királynak lett másik tanácsnoka, de az a kisded, akire mi most várunk, szintén ruha, ing nélkül kellett, hogy belefeküdjön a betlehemi jászolba, Máriának rongyokba kellett becsomagolni, becsavarnia. És amikor elindult a mi megváltásunkra, szintén nem volt inge. A csupasz hátát tartotta oda a szegecs korbásoknak, és a szegek hasították fel a tulajdon bőrét. Ez a Jézus, akire mi várunk, aki nekünk alácsonykor megszületett, a saját bőrét, ingét, életét vitte a keresztfára, a saját bőrét, ingét, életét adta nekünk, belecsomagolt minket, hogy mi megmeneküljünk.
és azt is elmondhatjuk, hogy ő volt a világ legboldogabb embere. Mert ember volt, valóságos ember, és bár sokat szenvedett, de egy volt az atyával, és engedelmes volt az atyának, és ez őt boldoggá tette. És ez már nem mese, gyerekek, kedves felnőttek, testvéreim. Ez az Isten igazsága.